Szia-szia, Berendi Mária vagyok, és a mai videómban azt szeretném elmondani, hogy mi az a három ok, amiért én ezt az üzlet mellett döntöttem. Az első ok, ami neki számomra nagyon fontos, és amit korábban már megtapasztaltam, a biztonság. Én egy olyan üzlet mellett akartam letenni a voksomat, amelyik biztonságos, amelyik nem zárja be a kapuját egyik pillanatról a másikra. Így nekem nagyon fontos volt, hogy ez a cég már 17 éve van a piacon és megbízható. És még eddig csak mindig fejlődött és mindig új dolgokat adott a felhasználóinak a kezébe. Ebben a témában, a biztonság témában fontos volt a kifizetés. A kifizetés rendszere az egy nagyon egyedülálló, és ezt azért mondom, mert én ezt a dolgot már tapasztaltam, mikor kint éltem Amerikában, ottan ez bevett szokás, hogy heti kifizetés van, és higgyétek el, hogy egy nagyon jó dolog. És ugyanezt alkalmazza a mi cégünk is, így akinek jutaléka van és fizetése érkezik, az minden pénteken rendszeresen, menetrendszerűen meg is érkezik, a számlájára is erről értesítést is kap. Továbbá, ami fontos volt, hogy a cégnek, amelyiknek a termékeit használom, azok hát egyedülállóak legyenek, és minden igényt kielégítsenek. Ezt el tudom mondani, hiszen korábban nagyon sok hasonló terméket használtam különböző cégektől, is próbáltam összerakni, és hát ugye igaz, hogy én nem vagyok szőkenő, de a vörösek is ugyanúgy vannak ezzel, hogy hát a technikai dolgok egy kicsit nehezen működnek. És ezért ugye ezek mindig megtorpedózták az én előre lépésemet, és nagyon sok bosszúságot okoztak. Tehát ez is kipipálva. A következő dolog, ami nagyon fontos volt, hogy legyen egy rendszer. Egy rendszer, amit követek, és ami számomra biztonságot nyújt. És szóval a rendszert még arról is tudnám, azzal is tudnám jelképezni, hogy hát tulajdonképpen ez az üzletünknek a mozgatórugója. Aztán egy nagyon fontos dolog, hogy ez a rendszer, ez másolható legyen. Hát most én vagyok erre az élő példa, hogy újra és újra kezdtem dolgokat, és most újra elindultam ebben az üzletben, és hát azt mondhatom, hogy ez számomra másolható, és ami nagyon fontos, hogy van egy rakás háttérinformáció, aminek alapján ez másolhatóvá lehet tenni. És aztán van a harmadik dolog, ami még számomra nagyon fontos volt, ugye, az, hogy van lehetőség a fejlődésre, a tanulásra. Rengeteg háttérinformáció van, amit az eszközöknek a használatáról, hogy és mint kell. Szóval ezek egy óriási eszköztár van, amit ugye lépésről lépésre meg kell tanulni, persze ez is egy olyan dolog, hogy te készen kell legyél arra, hogy ezt megtanuljad. Szóval ezek voltak azok az én miértjeim, hogy miért pont ezt az üzletet választottam, és hogy miért pont ez mellett tettem le a voksomat. Tehát kívánok neked jó tanulást, és további szép napot, találkozunk a következő videómban, szia!